Marci, azaz Marcipán a főnök a Falkában. Már csak a kora, no meg a természete miatt is. Mini diktátornak, meg törpe terroristának hívjuk. Szörnyű. Tehát imádjuk, de nevelhetetlen szinte. Hát az Yorkivér, a kis harci kutyát szoktam csak mondani. Marci el is éri, amit akar. És ez általában a labda, mert imád focizni. És hát Mézes Kalács, ő meg a kis hercegnő. Gyere, Mézi! Úgy, hát egyébként rá kell nézni, és a karakterek szerintem megvannak konkrétan. Mézi nem csak édes, hanem nagyon ügyes is. Mézi, balett? Mézi, balett? Jól van, ügyes vagy. Zoé kezdte a kutyázást. Először Marcipán, majd Mézi került hozzá. Mind a két kutyus feleslegessé vált valahol. Zoé vette magához őket. Én már ilyen késztények elé lettem állítva, hogy hát figyelj, van két kutya, hát én meg imádom az állatokat, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy abszolút, hogy nagyon hamar összehaverkodtunk, ők is befogadtak. Bundiboly sem tervezett gyerek. Hol vagy? Vele úgy jártunk, hát sajnos nagymamámat tavaly elvesztettük, és a családnak nem volt lehetősége, hogy befogadják, úgyhogy ment volna kutya otthonba, vagy hát ki tudja, hogy mi lett volna a sorsa. Semmiképp nem akartuk ezt engedni. A színes szőr közös ötletük volt, mert különlegesnek tartják a kutyusaikat, amit ezzel is szeretnének kifejezni. Természetes, vegyszermentes festékkel szokták egy jó nagy kényeztetés közepette a punk frizurákat elkészíteni. Van otthon még kopasz tengeri malac, meg zebrafin, meg most már tücskök is. Hamarosan kertesházba szeretnénk költözni, és akkor azért lehet, hogy beficcem még egy-két kis állat, nem kutyusok, tehát inkább amit szoktunk mostanában alkalmazni, hogy például madarakat etetünk a természetbe. Zoéra konkrétan 5 dolmányos varjú, 3 szarka és vagy 40 galamb az, aki neki még az anyuka. A terv az az, hogy kicsit ilyen külvárosi, vagy a városon nem olyan messzi részen egy ilyen kis tanyát, hogy valamit úgy építeni, és akkor ott minden környékbeli állatot, fecskét, akármit, amit éppen tudunk, akkor azt etetgetünk, és akkor egy ilyen még nagyobb családdá válunk.